mert látom az árnyékot. Kimondom én, hogy ennek a társadalmi csoportnak egy jól meghatározott részeg, rétege államilag támogatott bankok állattali holokauszt áldozata. Jelenleg Magyarországon deportálás folyik. A szegény emberek deportálása. A társadalom szélére taszítjátok őket, és utána kideportáljátok. Gyilkosok, Balázs! Úgy gondolják, hogy szép, amit csinálnak! Várjanak egy kicsit! Mondjátok a beszédet! Azok, akik most részeznek ebbe a kilakoltatásba, gyilkossági való részvétel, nem szigyelik magukat, egy nőt ki akarnak lakoltatni? Nincs lehetős mellettünk! Ez a magyar holokauszt! A bankok által és az állam által támogatott holokauszt! Nem az állam által, mert az állam mi vagyunk! Igaz, az állam a kormány által! Figyeljenek ide, droidok! Nekem is van bukós isakom! Ezt kéne felfogni, és a... 63 éves koromban szégyellek, hogy egyszer kellett élni! 56-ot, 2006-ot megértem! Most meg 2013-ban az embereket ülik, és kilapoltatják az utcára! Gyere, itt töltözünk, hogy lássák! Egy állatot, ha kilakok az utcára! Nekünk is van hozzávaló cuccunk! Egy állatot, ha kilakok az utcára, akkor 3 évig börtönbe ültetnek! Egy embert kiraktok? A semmi? A gyerekeket állami gondozásban adtok? Micsoda dolog ez? Szégyeljetek magatokat! Fúj! 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 Gyilkosok! Gyilkosok! 63 éves koromban szégyellek, hogy itt kell állni! A gyerekeim lehettek, akárhány, aki itt van! És ki tehet róla? Uraim, hölgyek, mindenkit összeérintedik. Hát ők félnek! Már elvették a kapuba! Másik rendőrnél a kollégájára! Már eldobb ezt! Nem vagyunk a kordonon belül! Kívül vagyunk, spontán demonstráció politikai! Spontán demonstráción vagyunk! Elkérik az igazolgálás, mindenki! Nincs joga igazoltatni téged! Békés demonstráció! Békésen vagyunk, demokrácia! Amíg békés demonstráció van, a demonstrációért én vagyok a felelős, én vagyok a szervező, Póka László. Nem kell odaadnotok, békés demonstráció résztvevője. De már egyszer végignéztek. Már egyszer igazoltatnak mindenki. Itt a sark. Nem vagytok kötelesek odaadni, a demonstráció résztvevői vagytok. Mert búzok meg ott van. Piros Kelvin Kleinos kérdezik. Na mindjárt jönnek 63 éves nőre, meg 65 éves nőre jönnek majd a droidok, meg a rendőrök. Ezt akarjátok? Harcra akkor! Hogy az anyátok ellen is így mennétek? Szégyeljétek magatokat! Sír a lelkem! Mi bizony az édesanyjukat is kilakoltatnák? De nekem légy szíves. Lakoltasd ki anyádat, várjál már! Ja, a táblád is van, bocsánat. Mit csinálok? Úgy le a pulóverem. Nem tudom, a saját szüleiteket, testvéreiteket, rokonaitokat is így rakjátok ki? És ezt csináljátok? Kitartás, emberek, kitartás! Itt a nép az Úr, a Magyarország a magyar emberekért, nem pedig az idegenekért, idegen szívűekért. Mert lehet, hogy őnekik is magyar igazolványuk van, de nem magyar szívűek. Magyar szívű ember ilyen nem csinál. Igazi magyar ember mellett van. Segíti! Szégyen, szégyen! Nem csodálom, hogy nem érted. És ha egy rendőrt lakoltatnának ki, akkor is így lenne? Nem tudom, ha rendőrt lakoltatnának ki, akkor is ugyanígy viselkednének? Akkor is mennének a droidok? Majd látok, hogy a szüleitek hasba szúrja magát, hogy elmúljon az emberekről? Több ezer emberek? Nem tudom, biztos a másik oldalon. Ha lehet, hogy az embereket támadjátok. Fáj a szívem. A mi pénzünk van ráadásul. Varga Magdi, az otthonom. Kicsi ház az otthonom. Végrehajtó. Nem adom. Benn az egész életem. Nincsen semmi egyebem. Kicsi ország az otthonom. Finansztőke. Nem adom. Minden rökhöz vért tapad. S őseink a hat alatt. Ez a föld az otthonom. Önként soha nem adom. Még nektek sem, fiúk! Én vagyok a népszava!
rabló bankár, menj haza! És önöknek mindannyian kötelességük lenne kipucolni ezt a szemét rabló bandát! Menünk együtt! Jöjjenek át erre az oldalra, és menjünk együtt! Ez az önök dolga! Csak ne úgy járjanak, mint tegnap előtt a kollégáik, akik ott sírtak, amikor asszonyokat vertek! Pont olyan fiatalok voltak, mint ön ott a szélén, aki hazán a fiam lehetne, járhatna a lányommal. De a hazárulók nem kerülhetnek be a családba. Szégyellem magamat, hogy 63 éves koromban a gyerekeim lehetnének azok, akik itt vannak ellenük, és nem engednék a magyar embereknek a tulajdonát megvédeni. Szégyellem magamat, és fáj a szívem, emberek, kitartás, tartsunk ki az, aki amellett, akik ki akarnak lakoltatni. Egy évvel ezelőtt meg akartam magát lőni. Most úgy látszik, azt szeretné a végrehajtó, hogy jöjjenek, kell biztos a családjának, hogy egy új nyugati kocsinak. Nézzétek az interneten, milyen vagyona van az egész család, plán, hozza az egész hadkerület, vagy négy kerületet. Az egész országot egy pár végrehajtó kezébe van. 25-én mindenkinek adott a tüntetésen. El fogjuk pucolni ezeket a szemét embereket. Millió most maffia. Kell a lakásunk. Üresen áll egy csomó, több ezer lakás és meg ez is kell. Biztos kell a rokonának, hogy valami betelepülőnek. Szégyeljék magukat. Az, aki egyáltalán részt vesz vele. Most. Ja, értem. Azáltal nem akar rá is szabadulni. Nem adjuk a házunkat, nem adjuk a hazánkat. Magyarország kizárólag a magyarokért. Magyar érző emberek nem adják a lakásukat. Magyar érző ember kiáll azokért, akik itt vannak. Ma megy a lakatos. Fehér furgon a kollégáink. Szerintem ez a póka lásznak. Nem szégyeli magát, ki ember részt vesz? Nyugaton a lakatos megtagadja ezt a munkát. Ilyen ember, hogy mer ide menni? Nem szégyeli magát, hogy gyilkosságban való részvétel. Bocsánat az otthonban. Bocsánat. Ilyen András, benne állsz egy kapuban, ahonnan ki szeretne jönni egy család kisgyerekkel, légy szíves, állj el! Halljátok a másik oldalon? Jelezzetek a zászlókkal, ha igen! Ahó, másik oldalon, légy szíves, lengessétek a zászlót, ha halljátok, amit mondok! Ja nem hoztam. Nem te állsz ott azzal a furgonnal? Aci. Nézzétek meg a rendszámot, hogy melyik, és akkor bemondjuk, jó? Most beszéltem Józsival, a bíróságon mindjárt jönnek. Jó. Fogottam neki, hogy ellenünk volt audiatlandról, igen. Bocsánat, a terülésságommal voltak, nem tudom. Mivettok a útban, légy szíves, gyertek, álljatok el a kocsival! Hát az életem állánkhoz vonnak ide bemenni. Megkérem a rendőröket, hogy engedjék át őket itt a lezárt területre, hogy a család ki tudjon menni a házából minél előbb. A Balogh Béla nincs ott. Szerintem biztos oda át van. Tudom a számát esetleg. Jó, esetleg csörgess már meg, légy szíves, hogy a Kreisz-Katiék jöjjenek ide. És akkor a kulcsot adják ide. Vagy a kulcsot. Nem mehetnek vissza. Megkérem a fiatalembert, hogy az autó kulcsért menjen át, legyen szíves és szaladjon ide-vissza. Önt, aki ott vigyorog éppen. Vagy ha gondolja, most már én is beöltöztem, futhatnánk egy versenyt oda-vissza. Mit szól hozzá? És ha ön győz, akkor itt elmegyünk fagyizni egyet. Benne van? Vigyorgó! Na jöjjön, nyugodtan! Egész szakasz meg! Tuti, meghívom egy fagyira! Haló? Szakasz, vigyázz! Haló, Béla? Futás a kulcsért! Egy pillanat, itt a Béla. Szia, Béla! Szia, Béla! Szia, Pókalaci vagyok, figyelj, lezártuk az utcát a másik oldalon, spontán demonstrációt jelentettünk be, nem engedjük be a költöztető autót, csak hogyha ti úgy döntötök. Jó a lakatos sem, hogyha megtudjuk, hogy ki az. És a Kreisz-Katijéknek szólj, légy, hogy a kocsi kulcsukat adják át, vagy jöjjenek ide, mert ők egy kapubejáróba állnak, ahol egy kisgyerekes család szeretne elmenni. Oké? Igen. Rendben, köszi, nyomjuk itt az igét, nyomjátok ti is. Figyelj, itt vagyunk egy 30-an legalább. Jó, lezártuk, bejelentettük, hivatalos a demonstráció, én vagyok a főszervezője.
Szia, köszi! Nem, mert mi itt vagyunk 30-en, így van. Ez most egy olyan demonstrációt a túloldalon, ahol lezártuk az utcát. Mert hogy a rendőrség valami más csinál, mint amire számítunk, mi vagyunk olyan leleményesek, hogy mi is kitalálunk valamit. Ti is szembenéztek Farkasszelet néhány droiddal, mi is. Nagyon jó pofák, vigyorognak, fiatalok, gyerekeink lehetnének. És most arra kényszeríti őket a hatalom, hogy hazaárulók legyenek. Nem szabad hagynunk őket. Nem szabad, hogy hagyni, hogy ezek az emberek eláruljanak az országot. Mi meg úgy izgultunk, persze, hogy azon kívül kereshetetlen volt, internet, orvosi ellátás, meg 90 ezer zsebben. Meg nem érjük el, hogy a szállt, nem baj, én értem. A magyaroknak nincs joga. A és ne kellett és a természetesen egy lennyeli Budadebrecenbe, egy óra hosszadunk. Meg arra készítettem a melegbe az ruhába járkának, hogy a menekült ember, hogy valóban csináljon. 10 óra után gondold el, és a rohadt melegbe tegnap, és én mondtam, csengessen be, ha itt vagyok, én egy kávéval, egy üdítőben, bármikor. Ja, és minden nap van valami. Nevek jelenti, hogy megvannak, a rendőri esküt, emlékeztetem önöket a rendőri esküre. Jó, ne íjatok nyugodtan! Nincs meg, tehát azt kell, hogy én, és felsorolni a neveket, itt vannak a nevek jelenti számú. Nevek emlékezni, hogy gondold végig az a rendőri esküt, fiatal rendőrök, hogy nemrég volt az eskü, nem úgy mondtam az eskü régebben volt. De ugyanarra esküdött. Igen, mondd. András, itt van. Gyilkosként köröztek, és itt meg jól el van. Jelenleg Magyarországon a szegénység, a szegény emberek deportálása folyik. Higgyétek el, fiatal rendőrök! Ha a szegények elfogynak, akkor a hatalom tesz majd arról, hogy újabb szegények legyenek. Gondoljatok abba bele, hogy amikor majd hozzák ide az elnyomók a saját népeket, akkor a saját rendőreiket is ide fogják hozni. Önökre nem lesz szükség. Önök velem együtt jó esetben egy rizsföldön fognak kapálni, szükséglakásban fognak lakni, és nem engedik, hogy családjuk legyen. Önök ezt szeretnék? Erre vágytak mindig? Arra vágytak, hogy elvegyék a szabadságukat? Nem arra vágytak. Önök szeretnének családot, szeretnének önálló lakást, házat. Szeretnék azt, hogy amikor szabadságra mennek, akkor tudjanak pihenni. Önök ezt szeretnék, biztos vagyok benne. És nem berünk össze a nekedni. Hallottam már, igen, és ez egy tagja a csoportnak, ez a zsönyök, aki ki akarnak. Varga Magdi, a Szent Korona, kicsi ház az otthonom, megmondtam, hogy nem adom megcsonkított hazámat, nem érintett gyalázat. Rabló horda, leveled, hajd a nép ítéletet, azt mondják az emberek, lámpavason a helyed. Elárultad a hazádat, bemocskoltad zászlaját, de nem tűrjük ezt tovább. Hallod már a név szavát? Igazságot akarunk. Otthont, házat nem adunk. Mert a haza mi vagyunk, mit elvenni nem hagyunk. Kiben magyar szív dobog, hívószóra jönni fog. Szent koronánk és a jog, végre újra felragyog. Mindannyian tudnak magyarul? Önök is? Nosszi inglis, heber a habar a héber, esetleg szlovánszka jazika? Remélem nem. Én bízom benne, hogy önök itt Magyarországon Magyarországért sorakoztak most fel. Nagyon szépen néznek ott ki. Mi is szépen nézünk ki. De lehet, hogy mi elszántabbak vagyunk. Én arra esküdtem néhány évvel ezelőtt, hogy a magyar népet minden külső és belső ellenséggel szemben megvédem. A külső ellenség ránk támadt egy aljas hadüzenet nélküli háborúval, és a honfitársainkat állítja maga mellé, és így most önök lettek a belső ellenségeink. De az én eskümben nincs vagy,
minden külső és belső ellenséggel szemben. Nagyon bízom benne, hogy nekünk itt nem kell összecsapnunk. Bízunk abban, hogy úgy döntenek, hogy a magyar nép, Magyarország önöknek is fontos. Mi átjöttünk, akkor fontos az, hogy amikor arra terül a sor, hogy együtt menjünk, és együtt védjük ki a szabadságunkat, akkor önök ebben a szuper felszerelésben, amit én fizettem ki, szintén elég sok adót már befizettem, ott legyenek előttünk, és üssék, várjék azokat, akik Magyarországra támadnak. Mi ott leszünk önök mögött, és csak azért bújjunk el, mert nincs ilyen jó cuccunk. De ha esetleg valamelyikük kölcsön adná, szerintem van olyan, ami jó lenne nekem, akkor nagyon szívesen vállalom. Sziasztok! Ennyi többen vagyunk, ennyi erősebbek vagyunk, Magyarország győzni fog, mert Magyarország a magyaroké! Éljen a haza! Mit csináltok, ha egy millió a jövünk? Éljen a haza! Rendőrök, menjetek haza! Éljen a haza! Magyarország csak a magyaroké! Gyertek velünk, jobban jártok! Gyertek velünk, álljatok át a magyar emberek felé! Menj haza! Magyarország a magyar népé! Az a ház egy magyar emberé! Egy magyar nőé! Szégyeld magadat! Nem volt elég sok... Ne, de hát egy kicsit a mikrofon! De Léci! Halihó fiú! Azt mondják itt többen, nekem nem túl jó az arc melódiám, hogy néhány aludt voltatok két nappal ezelőtt is. Feleségem itt ez a szőke szépség! Emlékszik valamelyik ötökre? Remélem. Ott volt az, aki elsírta magát? Biztos itt van, igaz? Nem olyan nagy baj ez, van, amikor én is a könnyeimmel küszködök. Amikor arra gondolok, hogy meg kell védenünk ezt az országot, a gyerekeinket. Nem baj, hogy a férfiak sírnak. Mert most olyan idő van, hogy akár sírhatunk is. De fontos, hogy ezt együtt tegyük. Ne egy különböző oldalon állva, és ne egy ilyen mocskos, kizsákmányoló bandát akarjatok megvédeni ellenünk. Mert ugyanazt érezzük mindannyian. És higgyétek el, amikor a ti édesanyátok majd felhív minket, hogy baj van, mert már a nyugdíjamból nem tudom fizetni a mocskos hitelemet, akkor ott leszünk. Ott leszünk, és őt is meg fogjuk védeni, és higgyétek el, hogy ellenetek is megvédjük a saját édesanyátokat, hogyha kell. Nem. Szerintetek? Rendőrök, ha jönnek rendetesek megfordulni, felírhassuk a jelvényszámukat. Oké, akkor légy szíves, balról kezded írni. Kezded írni, ott van az azonosító. És ne takarjátok el. Nem szeretnék önkár ezt eltakarni. Vigyük az azonosítókat, ha eljön a négy. Mit szólnátok, ha előrébb mennénk egy lépéssel és kihagynátok? Nem szeretnék. Értem. De mi van, ha arrébb teszünk? Nem. Ez lezárt terület, ez marad. A nép lehet, hogy most nem így gondolja. Feloldjuk! Egy lépés! Összecsapnának velünk, hölgyem! Biztos, nézd meg már, készen nem kellene. A másik is. Higgyel! Semmi értelme nem lenne. Megbánná. Mit csinálnának este? Hogy mondanák el otthon? Megvertek minket? Azért, mert magyar embereket védtünk? Azért megvernének minket? Földön rúgdosni nőket, fiúk! Ne vicceljünk már!
feleségem csizmájáról vagy cipőjéről lehorsoltátok a hátsó a bőrt. Úgyhogy lehet, hogy még amiért... Gyerekeink, tegnap előtt éjjel úgy bántottunk el, hogy...